Üdvözlök mindenkit! Ambrusz Szabolcs vagyok, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy én legyek az előszele a mai Dharma beszédnek. Drága Zen mesterem azt kérte tőlem, hogy egy picit beszéljek az energiáról, ami azért volt számomra elmosolyogtató, mert pont ez, amiben most egy kicsit szegényes vagyok, azt gondolom. Most elég fáradtnak érzem magam, és nagyon mosolyogtam a dolgon, hogy hát akkor most meg tudom ezt az oldalt mutatni, hogy milyen az, mikor az ember le van merülve. De ugyanakkor mindig tudunk valahonnan meríteni. Nagyon-nagyon érdekes. Most 2 óra alvás után vagyok itt, és az elmúlt 3 hét történései azok a folyamatokat indították el az életembe, amik nagyon jó alapozóak, viszont még az elején merítenek. És utána majd erre az alapra tudunk támaszkodni. De ugyanakkor mégis mindig vannak olyan fázisok, ez is egy olyan pont, amikor valahonnan meríteni kell, akár egy figyelemből, akár a tétből, hogy az ember tudjon valamit adni, tudjon valamit mutatni. És ilyenkor olyan területre kell nyúlnunk, amit nem mindig érintünk. Én több mint 20 éve foglalkozok harcművészeti oktatással, Shaolin Kung Fu-val, és mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gondolkozzunk el azon, hogy hányszor vagyunk olyan szituációban, mint harcosok, amikor így igazán az életünkkel kell küzdeni. Nagyon kevésszer. Viszont minden egyes nap az életünkért küzdünk. Szóval ez a paradox szituáció, hogy az életünkért dolgozunk folyamatosan, de sosem adjuk bele a 100%-ot azért, mert várunk esetlegesen valamire. Majd, hogyha pont eljön az az idő majd, akkor hogy fog az kijönni az a 100% vagy 101%, hogyha az utunk során nem tudjuk belerakni azt soha, hanem tartalékolunk. Mindig azt mondjuk, hogy majd. Azt gondolom, hogy nagyon hamar bele tudunk kapaszkodni abba. Tapasztalatból mondom, tanítványok jönnek edzésre, és azt várják, hogy majd lehet, hogy én lebegve a tanítványok mellett elmegyek, és úristen, miket csinál majd a mester, és rádöbbennek arra, hogy ugyanolyan húsvér ember, mint ők, ugyanazzal a hiányossággal, ugyanazzal az eszköztárral, maximum egy kicsit több kitartással, több hibával, mert mindig azt mondom a tanítványoknak, hogy tőlem többet egyikőjük se hibázott. Szóval mennyire fontos az, hogy tudjunk hibázni? Rettegünk ettől, hogy hibázunk. Úristen! Nekem is most is libabőrös vagyok tőle. Fú, hibázni. Ugyanakkor ezek azok, amik előre visznek minket. Nem csak energetikailag, fizikálisan is. Gondoljuk bele, hogyha csak addig csinálunk egy fekvőtámaszt, amíg jól esik. Addig csinálunk felülést, vagy bármilyen erősítő gyakorlatot. Addig futunk. Akkor pont annál a határnál állunk meg, ahol elkezdene érni valamit a dolog. Ahol tudna nekünk valamit adni ez az egész tevékenység. Nagyon gyakran mit szoktunk ilyenkor csinálni? Belekapaszkodunk valami kis eredménybe, kis körítést rakunk rá, kicsit megcicomázzuk, és akkor azt tudom mondani, hogy én napi szinten csinálok valamit, ami igaz is. De hogyan? Milyen mélységben? Milyen odaadással? Milyen nyitottsággal?
milyen lelkülettel, mennyire látom tisztán azt, hogy az adott tevékenységemnek megvan-e az az eredménye, amit én próbálok kifelé kommunikálni. A legutóbbi edzőtáborban mondtam a tanítványaimnak, hogy jöjjenek ki a partra, ott leszek kint korán reggel is, tájcsizni fogok. Elkezdtem egy kicsit csikungozni, tájcsizni, de annyira szemetes volt a part, hogy nem esett jól. Rossz energiának tartottam, így egyszerűen nem tudtam figyelni, és mondom, hát ez nem voltam lecsendesedve eléggé. Mondtam, hogy semmi gond, zavar a szemét, föl kell szedni. Elkezdtem szemetet szedni. És egy olyan fél óra szemétszedés után megjöttek a tanítványom sorokba, és ledöbbenten álltak, hogy akkor most mi van a reggeli edzés, és mondtam, hogy jaj, de jó, hogy jöttetek, sorba beállunk, és akkor van másfél órán, kitakarítjuk ezt a partot. Megtörtént a parttakarítás, és gondoltam, legyen egy kis játék is. Mondtam nekik, hogy mit éreznek, hogy milyen energiával voltak jelen, mennyire tudták megtisztítani a teret. Mennyire tudtak odafigyelni arra, hogy tiszta legyen a tér körülöttük. És azt mondták, hogy rendben van. Mondom, jó, akkor kérek szépen 2 darab percet, és ahány szemét darabot találok, annyiszor 100 darab fekvőtámasz, hogy bármilyen gyakorlatot csináltok. Akkor meghökkent mindenki. Ja, és felvettem 2 szemét darabot, így ilyen nagyon apró, egy kicsit maximalista vagyok. Fölvettem 2 szemét darabot, mondom, hogy 200-nál tartotok, 2 perc alatt amennyi dőltök, gyűjtök, annyiszor 100 darabot csináltok. Rögtön pánik. Szóval rögtön, ugye mi volt az első információ? Megcsináltuk. Nagyon tiszta. Amikor tét van, húha, lehet, hogy mégse csináltam meg. Lehet, hogy jobban kellett volna figyelni. Mondtam nekik, hogy jó, akkor játszunk. Licitáljunk. Vagy 2 perc alatt összeszedek, vagy mondjatok számokat, és én azt mondom az egyikre majd, hogy na ez lesz az. Volt egy 9 éves kisrác is közöttünk, akinek nagyon jó licit kedve volt. Azt hitte, hogy az a feladat, hogy minden nagyobbakat kell mondani, és én természetesen mindig mondtam nekik, hogy na még valaki, na te picúr, rögtön mondta 1000. Mindenki meg. És akkor ment 1200, 1700, 2000. Na picúr, mi van? 2500. Fölmentünk 2600-ig. 2600 darab gyakorlatot kell megcsinálni, itt az. És mondtam nekik, hogy ez egy elég korrekt szám, úgyhogy akkor ez lesz, nem nézem meg, hogy milyen lett a part, 2600 gyakorlattal ezt megoldják. Majd odajött az egyik tanítványom, pont a 9 éves kisrácnak az anyukája, és mondta nekem, hogy találtam egy szemetet, de ez már a táborhelyen, nem ugyanazon a helyszínen. Akkor ez mínusz 100, mondom nem, ez plusz 100, mert még itt sem szedtétek össze. És itt éltek. Úgyhogy 2700-nál megálltunk, és utána már nem szólt senki semmit, mondták, hogy látták, hogy ebből nem lehet jól kijönni. Nagyon feszült volt mindenki. 2700 darab gyakorlat egyszer az nagyon sok. Csinálhattak békaügetést, feküdtámasz, lebegülést, és hátsó feküdtámasz, 4 gyakorlatot. Megtörtént a reggeli, mindenki nagyon feszült volt, és mondtam nekik, hogy lelkileg készüljenek rá energetikailag, hogy oda kell állni. És ott volt egy 49 éves szülő is, aki mondta, hogy hát ez lehetetlen. Mondom, nem értem, miről beszélsz. 2700 gyakorlat csinálod, hát most csapat vagy. Pattanásig feszült a helyzet, mondtam, hogy melegítsenek be. Mindenki remegett, féltek, volt, aki sírás előtt volt picikét izgalomból. És utána azt mondtam nekik, hogy jó, mindenki készen áll? Készen állom. Jó. Na akkor most ezzel az energiával menjetek edzeni. És amit fogunk csinálni gyakorlatokat, azt ebben az energiával csináljátok végig. Valahogy más lett az edzés. Megszabadultak a 2700 gyakorlattól látszólag, akkor még úgy hitték,
Én is úgy hittem, még csak mindig változik ugye a dolog. Ugye azt megszokhatjuk, hogy mindig minden változik. Csináltok egy edzést, mert olyan dologra készültek, amiben biztosak voltak, hogy nem bírják ki. És egy olyan edzésen voltak túl, olyan egyéni teljesítményekkel és csapat teljesítményekkel, hogy ők is meglepődtek magukon. Úristen, ez is van bennem? Ez is én vagyok? Én is tudok ennyit? Lement az az edzés, megnyugodtak, járt nekik a dicséret tényleg. Majd eljött a tábornak az utolsó napja, amikor valahogy eszembe jutott ez a 2700 darab gyakorlat. És mondtam nekik, hogy jó, akkor 20 perc erősítés van, ebbe kellene beletuszkolni ezt a gyakorlat mennyiséget. Nyilván irreális a dolog. És úgy hagytam az edzés előtt őket megint, hogy ezt most majd meg kell csinálni. Megint ugyanúgy fölhozta magát mindenki. És utána azt kértem tőlük, hogy jó, ezt most tényleg úgy csináljátok meg, mintha az életetekért küzdenétek. Mindenki. Nagyon-nagyon feszült volt a helyzet, és elindult az idő. A feladat az volt, hogy mindenből amennyit bírnak, és hogyha az egyik szert nem bírja, akkor a másikat kell csinálni. Békölgetés nem bírja, akkor rögtön megy fekvőtámaszba, megállás nélkül. És ilyen 15 percnél jött egy ötlet, nagyon-nagyon fáradtak voltak már, volt egy slag, gondoltam, akkor elkezdem őket locsolni slaggal közbe. De jó széles volt a slag, és mikor így befogod a végét, ugye az elősen húz, de hogyha egy nagy széles sugár jön erősen, azért az fájdalmas is. Hát ezt csináltam. Nagy széles sugárral, miközben felülést csináltak, így 20 centire odaraktam az arcához, és elkezdtem locsolni őket. Valakinek lerepült a szemüvege, és így tovább. Megijedtek. Rémület volt rögtön. Volt egy kislány, aki elkezdett fulladozni, sírni. Mondtam, hogy nagyon jó. Csináld, végre megérkeztél. Végre itt vagy. Mert ugye, mikor rosszul érezzük magunkat a hétköznapok, hogy jaj, ez nem jó nekem, ez fáj, ez lelkileg megterhelő, ez fizikálisan megterhelő, mindig van kifogás. Itt most nem volt lehetőség a kifogáson, mert beléptem egy olyan dologba, egy teljesítmény közben, ahol nem tudott kiszállni. Ennek az volt az érdekessége, hogy közben a konyhás nénik oldalról néztek minket, hogy ott van egy őrült ember, aki slaggal locsolja az embereket, és ha abba adják, akkor rúgdossa is őket, és miközben fullad a srác, még közben rá is rúg kettőt. Nyilván az előzményt nem látták, csak ezt, hogy miről van szó. Nagyon érdekes volt, mert elkezdtem őket közben félteni, meg sajnálni. Fulladt, benyomtam a szájába. És voltak, akik rájöttek arra, hogy felülés közben, ha folyamatosan forgatja a fejét, akkor mindig tud egy kis levegőt venni. És hiába slagolom, mert egyébként fulladt, és ki kellett fordulnia, de hát én követtem szépen. És nagyon sokan elkezdtek technikákat gyártani arra, hogy ne kelljen abba hagyni a gyakorlatot. Volt, aki motivált, és azt mondta, hogy fú, de jó, és gyerünk még. Megtörtént az egész, lucskosan, sárosan, vége volt a gyakorlatnak. Voltak, akik sírtak, többnyire feküdt mindenki a földön. És nagyon-nagyon érdekes, mert ez olyan ritka állapot, meg ritka pont, nem tudom, hogy miért nem fordult meg a fejembe, hogy kik azok, akik föladják és el fognak menni, de ez meg se fordult a fejembe. Valahogy éreztem bennük azt, hogy a 49 éves szülő is ott van, és csinálta végig a 25-30 éves srácokkal. A legtöbb gyakorlat az valami 1800-1900 gyakorlatot csináltak meg 20 perc alatt. Szóval, hogyha 20 percre azt mondjuk, hogy 20 perc alatt semmit nem lehet csinálni, de. De tovább megyek, 5 perc alatt is meg lehet csinálni 500 gyakorlatot. Szóval itt megint az intenzitás. Milyen energiabedobással, milyen intenzitással csinálunk valamit. És azt képzeljétek el, hogy utána kértem tőlük, hogy írjanak
élményeket a táboron, mindenki ezt emelte ki, az utolsót, amikor meg kellett, hogy halljon. Az, aki zokogott, kislány legjobban, kislány 24-25 éves, az volt szerintem utána a legerősebb. Meglépett egy olyan pontot, ahol még a közelébe sem mert menni sose. Szóval elmerünk-e addig menni, bármilyen szituációban, amikor már az agyunk, meg a lelkünk azt mondja, hogy nem, ezt nem szabad. Hiszünk-e magunkba annyira, hogy meg tudjuk lépni azt, amit gondolunk magunkról? Ezt gyakoroljuk ugye itt. Mert ugye kitűzök egy célt, és rögtön be is korlátoztam magam. Mert a céllal elérve megszűnik az, és maga a cél lesz a korlátom. Hogy tudom meghaladni azt, aki kitűzi a célt? Hogy tudom elengedni azt a korlátot? Nem tudom. De valahogy e felé kell, hogy menjünk. Én úgy érzem, hogy az apróságokban van mindig a legfontosabb dolog. Mindenki a nagy dolgokat szeretné, így legyen meg a forma, ez legyen. Én azt gondolom, hogy az apróságoktól működik mindig minden. Minden háziasszony tudja, hogy mi kell egy élelmiszerboltban, nem? De biztos, hogy minden háziasszony el tudna vezetni egy élelmiszerboltot? Szóval biztos, hogy ha minden kínálatban lévő dolog megvan, az biztos, hogy eladja magát, úgy önmagába? És biztos, hogy működik? Nem. Egy harcos, aki tudja a technikai elemeket, tud rúgni, tud ütni, biztos, hogy a harcban jól fog tudni teljesíteni? Nem. Nem, mert más lelki állapotban van ott a harc közben. Az nem ugyanaz, mint az edzőteremben. Mennyire készítjük föl magunkat arra, mennyire kapaszkodunk a magunk által fölállított kis biztonsági, kényelmi zónánkba, és mennyire hagyjuk, és mikor hagyjuk ezt egy picikét lebontani, és azt mondani, hogy jó, gyerünk, most ne foglalkozzunk, ne korlátozz, csak menj, csak csináld. Ne gondolkozz, hogy sikerül-e. Se azon, hogy sikerül, se azon, hogy nem sikerül. Menj. És engedd meg magadnak azt, hogy megtörténjen, hogy létrejöhessen valami. Ha a célba kapaszkodsz, már elveszted. Ha nem kapaszkodsz bele, megint elvesztetted. Én ezt, mikor világbajnokságra készültem, úgy oldottam meg fiatalon nagyon. Azon gondolkodtam, hogy full contact küzdelemben mindenki ugyanannyit edz. Mindenki világbajnok akar lenni. Mitől lesz jobb a másik ember? És nekem lelkileg az segített, hogy én olyan időpontokba edzettem, azon felül a normál edzések közül, amikor azt gondoltam, hogy senki más nem edz. Például szilveszter, éjszakáján, buliból, egy órakor ránéztem az órára, oké, és ma biztos nem edz senki. Egy órakor elmentem, edzettem másfélat, és utána visszamentem bulizni. Apróságok, és ne gondoljátok azt, hogy ez a másfél sokat jelentett, de lelkileg? Nem volt olyan pont. Ha karácsony szenteste volt, akkor edzettem. Akkor is csak nem állnak fel az asztaltól edzeni, csak nem olyan hülyék, mint én. És én mindig ezeket a pillanatokat kerestem. Mert egy versenyszituációban, ugye, ha ki akarsz tűnni, vagy jobb akarsz lenni, akkor mást kell csinálnod, mint akivel szembe fogsz állni. Ha ugyanazt gyakoroljátok, mitől leszel jobb? És mikor ezt eléred, akkor rádöbbensz arra, hogy mindig ott van egy erőteljesebb ellenfél, az meg te magad vagy. Világbajnokság után kérdezték tőlem, hogy mennyire vagyok megelégedve az eredményemmel, ugye sikerült győznem.
És mondtam, hogy mivel hogy öt kategóriából négy első, egy második lett, így mondtam, hogy nem volt 100%-os a teljesítmény. És mondtam, hogy igazság szerint, mivel hogy elment az összes célom, úgy maga annak az értéke azon kívül, hogy az útnak az átélése mennyire fontos volt, eltörpült. Megszűnt a cél, amit gyerekkorod óta dédelgettél. Gyerekkori álmom volt. És nagyon érdekes, mert akkor jött ki az, hogy miről szól valaminek az elérése. Egy verseny, egy cím, egy bármi, egy teljesítmény. Egy pillanatnyi teljesítményről szól egy világbajnoki cím. Az arról szól, abban a kategóriában, abban a egy-két percben, azok az országok között, a megjelent versenyzők közül, az az egy ember győz. De a következő 10 percben már lehet, hogy másik 10-20 jobb van, és vannak egy csomó, akik át se jöttek. Nyilván ezt a pillanatig el kell jutni, szóval, de attól függetlenül akkor is nagyon-nagyon fontos megértenünk azt, hogy nem ülhetünk rá az eredményeinkre. Nem ülhetünk rá, hogy van egy kabalám, és majd ő segít, majd őt tisztelem, és akkor majd ő energiát ad, és minden. Nem. A pofon csattan az arcunkon. Annak kell hinnünk. A küzdelemben azért nagyon éles ez a dolog, mert ott nem tudsz hazudni magadnak. Kaptál, vagy nem kaptál? A hétköznapokban annyit tudunk hazudni magunknak. Olyan jól meg tudjuk festeni ezt az egész, nem vesszük észre. Hát persze, hogy nem. Küzdelemben az a jó, hogy kizökkent. Rögtön kapsz egy állást. Én mostanában azt szoktam csinálni, nőknél is. Verekedni akar. Igen? Igen. Biztos, hogy benne? Igen. Felálltok egymással szembe. Pá, pá. Arcra. Két lányt egymással szembe állítok, üssétek meg egymást. És akkor kiderül, hogy akar-e verekedni. Mert aki verekedni akar, az ütést fog kapni. Aki teljesítményt akar elérni, annak kudarca lesz. Itt a párhuzam. Pillanatnyi kudarcok lehetnek. Rengeteg, kell is, szükségünk van rá. Ez épít minket. Ez visz előre. Itt az a kérdés, hogy akkor bólintunk egyet, és azt mondjuk, hogy ez az, gyerünk. Vagy pedig elkezdjük magunkat ostorozni, hogy jaj, ilyen vagyok, olyan vagyok, ez nem sikerült, Úristen. Saját kis hűtőségünk. Beszéltek most nyugodtan magamról. Miért akar egy ember harcművészettel foglalkozni? Legtöbbször vagy a filmek alapján, vagy gyerekkorra folyamatosan gyepálják. Én a másik voltam. Be voltam szorítva. És ha be vagyunk szorítva, akkor próbálunk valamit. Valamilyen irányba kimozdulni. Ez a jobbik eset. Mert nagyon-nagyon látszik az, hogy mi a probléma. A rosszabbik eset az, amikor nincs intenzív tevékenység, hanem ilyen finoman próbálunk oldalazni, csináljuk is, meg nem is érezzük, nem is kapaszkodunk valamibe, amikor nincs kilengés. Az nem jó. Nincs tevékenység, nincs kudarc, nincs sikerélmény, nincs semmi. Hol van az energia? Természetesen abban még nem is mentünk bele, hogy lélegzés, táplálkozás, folyadék, gondolkodás, érzelem, mind a legnagyobb energiák. És akkor még semmit nem csináltunk. Viszont az agyunk az annyira jó műszer tud néha lenni. Képzeljétek el, hogy azt el tudja érni. Nekem volt egy 97-ben egy világbajnokság előtt, mikor leütöttek a VB előtt két héttel egy gyakorláson. Fölugrottam és azt mondtam, hogy semmi gond, minden rendben van. Levettem a kesztyűt, elkezdtünk hasizmozni, fölültem és így. Ti kik vagytok? Hol vagyok? Ne hülyéskedj már, csináld a gyakorlatot.
De ki vagy te, vagy mit akarsz tőlem? Fél órára kiesett minden. Arra emlékszem, hogy gondolkodom a nevemen. Kérdezték, hogy hogy hívnak, és Csaba, nem, Zoli, Tamás, nem. És pánik. Azt képzeljétek el, hogy a nevemet elfelejtettem, hol lakom, semmit se tudtam, egyet tudtam. Világbajnokságot készülök, mit kerestek itt? Gondold végig, hogy milyen energiát fektetsz valamibe, hogyha az agyad a saját nevedet, a lakhelyedet, semmit nem tudsz, nem ismered azokat az embereket, akikkel 10 éve edzel, nem ismered meg, de te elültetsz magadba valamit, amit nem lehet onnan így kiverni. Mondtam, hogy én Mendozába, Argentinába készülök bunyóra, de ti kik vagytok? Szóval így ez komoly. Úgyhogy ezért nagyon nehéz, és ezért kell nagyon figyelni szerintem a környezetünkre, hogy van-e visszaigazolása annak, amit mi gondolunk magunkról, amit mi azt gondoljuk, hogy az működik. Mert az, hogy bennünk megvalósul valami, az rendben van. De ha nincs kintről visszaigazolás, ha én azt mondom, hogy én mennyire energiadús vagyok, nem most. De kívülről ezt senki nem látja, sőt, akkor valószínű, hogy valami bibi van, nem? Akkor ott valami nem stim. Ott valamit bújtatok, egy kicsit hazudok. Nem vagyok hajlandó szembenézni valamivel. Szóval én azt gondolom, hogy a pofonok lelkileg, testileg minden, hogy nagyon nagy segítőink. És milyen érdekes, hogy mindig az a dolog segít, amitől a legjobban félünk, amitől lóckodunk. És az meg a halálunk, hogy valamit csináljunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Meg akarjuk tudni. Mert mi mindent tudni akarunk. A halálunk az, hogy üljünk, és csak engedd. Engedd, hogy megtörténjen, mert ott van, feljön, csak ne nyomd el. Hagyd, hogy kibontakozzon. Mennyire tudunk közelíteni ahhoz az énünkhöz, aki itt van lent? Mennyire tudunk hallgatni a belső intuíciónkra? És mennyire kapcsol be mindig az agyunk, és okoskodik? Én azt gondolom, hogy bármilyen tevékenységet csinálunk, lehet az harcművészet, lehet az festés, zene. Nem csak bennünk kell, hogy megvalósuljon az a dolog, hanem az kifelé is kell tudnunk transformálni. És hogyha kifelé tudjuk transformálni, az vissza is fog tudni tükrözni. Ha nem tud visszatükrözni, akkor valami nem stimmel. Akkor hiba van a gépezetben. Merjünk megállni. Merjünk visszalépni. Merjünk kérdezni. Merjünk megkérdőjelezni dolgokat. Mindenkinek van olyan dolog, az tabu. Az rendben van, az nagyon rendben van, azzal semmi gond is. Na, ott van a probléma. Általában, amikor amire azt mondjuk, hogy az 100%, ott probléma van. Mert ott még a lehetőségét se adjuk meg, hogy esetlegesen van. Nyilván ez nem azt jelenti, nem a másik véglet, hogy az rossz, de egy kérdés az miért fáj nekünk annyira? Ezért fontos nagyon figyelnünk arra, aki nem nagyon kedvel minket, és esetlegesen rosszat akar nekünk. Ez egy nagyon-nagyon jó tanító. Ő biztos rá fog mutatni rögtön a gyenge pontodra. Az a harcos, akivel olyannal küzdesz, aki nézi, hogy húzod a lábad, és oda fog rúgni 20-szor is, mert tudja, hogy húzod a lábad. Ő az én segítőm. Ő az én segítőm, mert nem ad lehetőséget arra, hogy kibújjak. Nem ad lehetőséget arra, hogy elhitessem magammal, hogy az nem sérült. Hanem ő addig fogja rúgni a lábamat, amíg ott össze nem esek. És én azáltal minden egyes rúgásnál erősebb leszek. Mert közelebb kerülök ahhoz az énemhez, aki vagyok valójában. Egy sérült ember, akinek fáj a lába. De azt elhiszem,
és tudom, akkor tudok úgy küzdeni, hogy ezzel a tudattal megyek oda. Ez fáj. És ő rúgni fogja. És alig várom, hogy rúgja. Mert ott jönni fog valami, és akkor szépen ellen tudok dolgozni. Szóval hogy tudjuk használni azokat a dolgokat, amik látszólag ellenünk vannak? Semmi sincs ellenünk sose. Minden mellettünk van, csak valami fáj, valami meg nem fáj. Mindig a pozitív dolgokba akarunk kapaszkodni, meg Úristen, minden csak minden szép legyen. Azok sajnos kevésbé építenek, nekem ez a tapasztalatom. Általában nagy krakkok, nagy pofonok, nagy visszaeszések, azok építenek. Azokból lehet fejlődni, azokból lehet haladni. Arra lehet támaszkodni. Nyilván a jó dolgot is meg kell tudnunk élni, de az másra jó szerintem. Az nem a határaink feszegetésére jó. Az már a gyümölcs, az már a habatortán, inkább azt mondom, az a hab. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy merjen szembenézni önmagával, merjünk keresni, kutakodni magunkba, merjük megtalálni, merjünk megállni és megtalálni azt a féltett kincsünket, amire azt mondjuk, hogy az tökéletes. Mert ezáltal, a nyitottság által hozzáadjuk, megadjuk magunknak azt a lehetőséget, hogy az áramlásba belekerüljünk. Ne felejtsük el, hogy az a fal, amit húzunk e köré, az energiát is távol tartja, nem csak a betolatokkó dolgokat. Szóval ami létrejött és ami működik, azt nem kell védeni, az mindig ott lesz. Úgyhogy mindenkinek jó gyakorlást kívánok, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy tudatában kell annak lennünk, hogy azáltal, hogy sikerül meglépnünk különböző szinteket, akkor tudjuk meg igazán, hogy mennyire távol vagyunk. Akkor tudjuk meg igazán, hogy Uram Atyán, egy porszem vagyok. Én emlékszem rá, amikor elkezdtem gyakorolni, és megnyertem az első versenyeket, hát én ilyen bajnok vagyok, én olyan. És mire megnyertem a nagy versenyeket, akkor meg azt mondtam, hogy Uram Atyán, hát én nem tudok annyit edzeni, hogy meglépjem ezt. Hát hogy? Szóval egy ilyen szituációban rögtön nyílik a tér, mikor közelebb lépünk ehhez az énünkhöz, rögtön nyílik a tér, és azt vesszük észre, hogy nincs kapaszkodó, fejlődési lehetőség határtalan. És ettől néha megrémülünk. Uram Atyám, hát én azt szoktam meg, hogy korlátaink vannak. Ne felejtsük el, hogy a mankó csak akkor segít, hogyha fáj a lábunk. Ha nem fáj a lábunk, az akadályoz. Azt el kell dobni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy dobjuk el a mankóinkat.